Városnapi kerékpáros, motoros, veterán járműves találkozó, tovább erősödtek a testvérvárosi kapcsolatok. Fesztivál a magyar borokért, koncertek, táncházak, finom nedük várták a látogatókat a borudvarban. Két órás zenei élmény, a Bajai Szimfonikus Zenekar adott koncertet az Alsóvárosi Katolikus Templomban. Kamiont húztak, elképesztő súlyokat emeltek, erős emberek versenyeztek halas főterén. Köszöntöm Önöket, május 9-e van, ezek pedig a térség legfrissebb információi. A rendőrségi kordont kikerülve utasokkal teli autóval menekült az embercsempész. A kiskunhalasi járási ügyészség vagyoni haszonszerzés véget több embernek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés miatt vádat emelt egy lengyel férfival szemben. Az elkövető 800 euró fejében 7 illegális bevándorlót szállított a szerb-magyar határtól a személyautójában. Amikor az autópályán az ellenőrzés elől menekülni kezdett, kikerülve a rendőrségi kordont és végül hosszas üldözés után az erdőben fogták el. Az eset idén januárban történt. Az ügyészség a lengyel férfival szemben börtönbüntetés kiszabását, valamint Magyarország területéről kiutasítását indítványozza. A jelenleg is letartóztatásban lévő férfi bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni. Szent Flórián napja alkalmából a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság megyei tűzoltónapi állománygyűlés tartott Kecskeméten. A jeles nap kapcsán kitüntetések átadására került sor. Kiskunhalas elismerését Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere adta át Bognár Zsoltnak és Csonka Lászlónak. A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója és a Bács-Kiskun megyei tűzoltó sportklub pedig kiemelkedő sportteljesítményéért elismerésben részesítette Kollár Csaba főhadnagyot. A kitüntetettek szorgalmas hozzáállása, precíz és kitartó munkája példát mutat kollégáiknak is. Mindkét nap teltházas volt a borudvar, idén 17. alkalommal nyitotta meg kapuit a halasi borudvar. A Bordás Zoltán által szervezett programra ismét szép számmal eljöttek a borászatok, pincészetek, a kétnapos rendezvényen koncertek, táncházak várták a látogatókat. Az eseményt Bányai Gábor kormánybiztos és Fülöp Róbert polgármester nyitotta meg. Sokak által várt esemény a halasi borudvar. Korábban a Hősök Ligete volt a helyszín, ám az utóbbi években már a Városháza udvarán fogadják a szervezők a borászatokat és vendégeiket. A jelenlévőket Fülöp Róbert polgármester köszöntötte a nyitónapon még pénteken. Remélem, hogy sikeres lesz, és mindenki a hétvége zárásával, ami vasárnap délután a fúvós koncerttel fog zárulni, elégedettséggel és boldogan fog hazatérni. Úgyhogy én csak azt kívánom mindenkinek, hogy jó beszélgetéseket és jó barátkozásokat, jó élményeket tudjunk kapni majd a hétvégén. Mindenkinek szép napokat kívánok a következőkre. Bányai Gábor kormány biztos elismerően szólt a rendezvényről, valamint a borászok egész éves kitartó munkájáról. Az ő munkájuk óriási, és mondhatni kulturális értéket fenntartó, teremtő és működtető emberekről van szó, és éppen ezért meg kéne őket tapsolnunk, mert sose szokták őket megtapsolni. Most kevesen vagyunk hozzá, de egy tapsot megérdemelnek, akár magatokat is megtapsolhatjátok, kedves Miklós. De ami talán fontos, hogy a bor egy olyan ital, egy olyan kulturális eszköz az életünkben, szó szerint eszköz is, ami tényleg meg tudja a szívet is vidámítani, a beszédet meg tudja hosszabbítani. A Kulturesz Moris Redemptionis borlovagrend is itt tartotta ünnepségét, melyen Faddi János kapott országos elismerést a Sóstó mellett felállított Kiskunhalas a szőlő és a borvárosa emlékmű elkészítéséhez nyújtott segítségéért. A Provinum díjat Kovács Róbert a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke adta át. Az a megtiszteltetésért, hogy a mai napon én adhatom át az egyik érdemrendet, a Provinum díjat Faddi János úrnak, aki önfelett munkájával kiérdemelte a Provinum díjat. Provino,
Érdemrend, Fadi János 2003. 2023. Gratulálok, János. A halasi borlovagok tagjai közé fogadták Kovács Róbertet, a borudvar színpadán mondta el az esküszöveget, és sikeresen meglovagolta a felnyergelt hordót is. Ezt követően Kunszeri Miklós nagymester fogadta a lovagok közé. Kultúres Moris Redemptionis borlovagrend tiszteletbeli tagjává fogadva. A két nap során kulturális programok sora foglalta keretbe ezt az eseményt, amelyet 17 esztendővel ezelőtt indított el Bordás Zoltán. A főszervező úgy gondolja, az idő őket igazolta, és hűek maradtak az eredeti alapgondolathoz. A borkultúrának a népszerűsítése, ami egyébként úgy látom, hogy néha már ilyen elcsépelt gondolat, de jó irányt vett. Halason egy hiánypótó rendezvény volt 2007-ben a borudvar, meg tudott honosodni, és most már én úgy gondolom, hogy ezt kötelességből is csinálnunk kell, meg hát nyilván szeretjük is. Ennek a borudvarnak is most már van akkora híre, hogy főleg a környékbeli borászatok megkeresnek bennünket. Ugye nyilván előnyt élvezünk abból a szempontból, hogy közel 20 éve már borkereskedéssel is foglalkozunk, és a beszállítóink szeretnek egyébként Halason kiállítani. Halas egy jó közönség, szívesen veszik a borokat. A halasi városnapi programok egyik rangos eseménye volt a Bajai Szimfonikus Zenekar fellépése május 5-én az Alsóvárosi Katolikus Templomban. 35 művész adott, majd 2 órás emlékezetes zenei élményt Seffer Attila plébános és Kuris István László alpolgármester köszöntő szavai után. A koncert egyben jótékonysági alkalom is volt. A felajánlásokat azok a kiskunhalasi fiatalok kapják, aki a Ferenc pápa által meghirdetett lisszaboni ifjúsági világtalálkozón vesznek majd részt. A koncertről egy későbbi napi Mozaik című rovatunkban láthatnak majd további felvételeket. Tovább erősödtek a veteránautós, motoros, kerékpáros kapcsolatok Kiskunhalas és Szabadka között. A város napjához kapcsolódóan sokan kerekeztek, autóztak át a Vajdaságból Kiskunhalasra. A vendégek a társklubokkal, egyesületekkel töltötték a napot, illetve részt vettek a különböző programokon, és ismerkedtek a város nevezetességeivel. Népes mezőny gördült be Kiskunhalas főterére. A város napjához kapcsolódóan idén is megrendezték a testvérvárosi veteránautós, motoros, kerékpáros találkozót. A Vajdaságból érkezett több mint 100 vendég, és a halasi társklubok, egyesületek tagjai 2 vagy 4 keréken dudálva, integetve együtt érkeztek be a városközpontba. Városnap akkor igazándiból érték, hogyha ez nem csak egy szűk csoport számára nyitott ünnep, hanem tényleg úgy érezheti minden városlakó, hogy részese, és ahhoz az kell, hogy tényleg meg tudjuk mozgatni közösségeket, és úgy látom, hogy itt évről évre sikerül május 6-án, vagy az ahhoz kapcsolódó köthető hétvégén rendszeresen nagyobb közösségeket megmozgatni. Szerintem ez nagyon jó fejlődő akció. Nagyon örülök annak, hogy a testvérvárosainkból is érkeznek ilyenkor nagyobb számba vendégek, és nagyon jó kapcsolat ez, hogy a szabadkai városnapkor mi megyünk kerékpárral, ilyenkor pedig ők érkeznek hozzánk, nem csak kerékpárral, motorral és veteránautókkal is. Úgyhogy ezt a hagyományt bízom benne, hogy nagyon sokáig fent tudjuk tartani és bírjuk fejleszteni. A Vajdaságból a kerékpárosok érkeztek a legtöbben a találkozóra, a halasi Bringa Barát Klub meghívására. 120-an érkeztünk, most így a Covid után ez a mondhatni az egyik legnagyobb szám, ami az évek során összetudtunk hozni Szabadkáról. És nem csak Szabadkáról érkeztek, hanem a környező településekről is, Magyarkanizsáról, Bács-Topolyáról, illetve még Belgrádból is vannak kerékpárosok, akik a közösségi hálón keresztül látták ezt az eseményt, és eljöttek és itt barátkoznak velünk most mai napon. Kicsit döcögős volt az út Szabadka meg Kiskunhalas között. A cél az, hogy pont ennek a rendezvénynek is, hogy összekössük a két települést kerékpártálozattal, és hogy azok, akik szeretnek kerékpározni, azok zökkenőmentesen tudjanak eljutni az egyik településről a másikra.
A találkozónak hagyományos eleme a sétáló utcai közösségek házánál található emlékfa megkoszorúzása. A fát 2014-ben ültették a Halas Szabadka napok alkalmából. A koszorúzáson a városvezetés mellett részt vettek a kerékpáros, veterán járműves és motoros klubok egyesületek képviselői is. Közel egy évtized óta áll ez a fa és cseperedik, és teljesen mindegy, hogy az értékmentő és ezáltal értékteremtő veteránosokról beszélünk, a környezetvédő bringásokról vagy rólunk bőrös bikerekről, egy a fontos az összetartás. Átmegyünk a Végkúriába, ahol klubtársaink hatalmas egy bográcsokba fantasztikus ételeket főznek, beszélgetünk és együtt vagyunk, ez a fontos. A találkozón és a városnapi programokon jelen volt Halas legújabb testvérvárosának, Lepoglavának képviselő testületi elnöke is. Ősszel pedig ők várnak Halasról vendégeket, hiszen folytatódnak a két település közötti csipkés kapcsolatok is. A csipke az, ami megalapozta a két városnak a kapcsolatát. Hát ez tovább is folytatódik. Szeptemberben nálunk a szokásos évi nagy nemzetközi csipkekiállításra meghívást kapnak természetesen a kiskunhalasiak, hogy együtt tudjanak ünnepelni ezen a nagy nemzetközi csipke találkozón. A halasiaknak a következő veterán járműves programra sem kell sokat várni, hiszen június 16-án kezdődik a Kántor András veterán autós motoros találkozó. A Városnapja alkalmából rendezett programsorozat egyik leglátványosabb része volt az Erős emberek vetélkedője, amelyre Bartalos Tamás hívó szavára 8 mindenre elszánt Herkules nevezett. Egy darus autó is megirigyelhetné azt a teljesítményt, amelyet a jelenlévők bemutattak, de még mindig a halasi Locskai József a legerősebb. A 7,5 tonnás kamion elhúzása csak az egyik száma volt a második alkalommal megrendezett Dunatisza közi erősember versenynek a halasi főtéren. A 8 mindenre elszánt Herkules több súlyt mozgatott meg, mint egy teherdarú. A nézők ezúttal is jól szórakoztak. Az erő demonstráció legfiatalabb tagja a mindössze 17 esztendős Kun Nándor volt. Annó egy éve sikerült elérnem egy dolgot súlyemelőként, és jött egy ilyen lehetőség, ösztönöztek jó páran, Bartolos Tamás, most megemlíteném Mészáros András, Tóth Pétert, akivel most eljöttem, hogy gyerünk csináljad, Szabolcsi Károlynak, edzőmnek. Köszönöm azt, hogy segített abba, hogy helyet biztosított Mészáros Andrásnak az eszközöket. Ezúton meg szeretném köszönni, lehetne máshogy is, máshogy eltölteni az időt, mint a mai 17 évesek, mai korombeliek gépezéssel, tehát hogy én inkább kiszakadtam ebből a közegből, nem az elektronika világába, hanem a sport világába, és mindenkit arra ösztönzök, hogy sportoljon. A halasiak természetesen Locskai Józsefnek, az előző évi bajnoknak, városunk szülöttének szurkoltak. Józsi pedig mindent megtett azért, hogy a közönség jól érezze magát, ismét az első helyen végzett. Nagyon jó érzés volt, közönség az biztatott, bátorított, itt tényleg sokkal, vagy több pluszt ad ilyenkor versenyzéshez, meg sokan meg is jelentek, hála Istennek. Nagyon nehéz, sehol nem szoktam így érezni, hogyha máshol indulok versenyen, mint itt halasom, valahogy ideg, vagy úgy, hogy nehezebb sokkal, maradjunk ennyibe. A szervező Bartalos Tamás volt, aki nem csak az előkészítésben, lebonyolításban, hanem a szóvivésben is kiválóan teljesített. Rengeteg verseny van az országban össze-vissza, mindenki harcol, küzd a versenyzőkért, hogy önálluk induljanak. Nyilvánvaló ezt díjazással tudjuk honorálni, a jó hangulattal, feelinggel, sportszerűséggel. Még tegnap este is, ma reggel is volt, aki lemondta, 12 versenyzőből indultunk, aztán lett 6, aztán lett 8, aztán 10, most végül 8 versenyző. Nagyon nagy teher volt rám ez, hogy ezt az egészet így összerakjam. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, iszonyú kemény a mezőny, iszonyú keményre sikerettek most a versenyszámok. Ez volt a kérés, ez volt az elvárás, teljesítve lett. Úgy gondolom, a közönség szenzációs és jó érezte magát. A Központi Statisztikai Hivatal Harkakötönyben és Kiskunhalason mezőgazdasági összeírást hajt végre Agrárium 2023 gazdaságszerkezeti összeírás elnevezéssel. Az adatszolgáltatás kötelező az adatfelvételre kijelöltek számára.
Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a gazdaságok szerkezetében bekövetkezett változásokat, ezáltal megfelelő minőségű adatok álljanak rendelkezésre a gazdálkodók, illetve a hazai és európai uniós döntéshozók részére. Valamennyi adatszolgáltatónak biztosítják az önkitöltési lehetőséget május 15-e és 31-e között, amely időszak alatt a számukra legalkalmasabb időpontban teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket. Erről e-mailben vagy postai úton küldenek névre szóló tájékoztatást. Az önkitöltés lehetőségével nem élőket összeírók keresik majd fel személyesen június 1-e és július 15-e között. Kerékpár túrára várják a természetbarátokat május 10-én szerdán 17 órakor. A Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület a Madarak és Fák napja alkalmából Kiskunhalas védett fáit bejáró, bemutató biciklis túrát szervezett. A résztvevők 38 védett és egyéb szempontból értékes fát, facsoportot keresnek fel a város belterületén. A túra során ismerkedni lehet a fák élőhelyi és egyéb jellegzetességeivel, megnézik a fák jelenlegi állapotát, és hogy esetleg milyen faápolási teendőkre lenne szükség. A túra kiinduló és végpontja Kiskunhalas főtere, a tervezett útvonal hossza 14 km. Most pedig megmutatjuk újra röviden, hogy mik voltak mai híradónk legfontosabb témái. Városnapi kerékpáros, motoros, veterán járműves találkozó, tovább erősödtek a testvérvárosi kapcsolatok. Fesztivál a magyar borokért, koncertek, táncházak, finom nedük várták a látogatókat a Borudvarban. Két órás zeneélmény, a Bajai Szimfonikus Zenekar adott koncertet az Alsóvárosi Katolikus Templomban. Kamiont húztak, elképesztő súlyokat emeltek, erős emberek versenyeztek Halas főterén. Kedves nézőink, ez volt a Halas Televízió híradója május 9-én kedden. Kérem, ne kapcsoljanak sehová, hiszen most jön az időjárás előrejelzés, majd pedig a napi mozaikban megmutatjuk, hogy miként zajlott a Vári Szakképzőiskola végzőseinek ballagási ünnepsége. Ezt követően pedig visszatekerik az idő kerekét 25 évvel ezelőttre. A Koktél Újrakeverve című retro szórakoztató műsorunkat láthatják sok-sok érdekes témával. Figyelmükbe ajánlom weboldalunkat a halasmedia.hu címen, emellett pedig kérem keressék fel YouTube csatornánkat és Facebook oldalunkat is, kövessenek bennünket ezeken a média felületeken is. További szép estét kívánok mindenkinek, holnap 19 órakor pedig jövünk a legfrissebb hírekkel. Viszontlátásra!